Földrajz 7. osztály, éjféli napsütés. Hogyha nyári időszakban, Norvégiában, Svédországban, Finnországban vagy éppenséggel Izlandon járunk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a nap nagyon későn nyugszik le, sőt, egyes helyeken, bizonyos időpontokban, akár még éjfélkor is a horizont felett található a nap. Ezeken a vidékeken már alig van ember rajta település. Azonban néhány fokot az egyenlítő felé haladunk az északi félvölgyből, egyre több város találunk. Itt ugyan már lemegy a nap, de csupán néhány órára, ám ekkor is alkonyi fényviszonyok uralkodnak. Ezeket a mesebeli éjszakákat fehér éjszakáknak nevezzük. A következő kísérletben a nap látszólagos járását napi egyenlőségkor és napfordulókor fogjuk megvizsgálni. A kísérlethez szükségünk van göblombikra, ami rendelkezik dugóval, a dugón pedig, hogy egy hurkapálcikát vagy egy üvegbotot szúrjunk keresztül, három papírcsíkra, cellulózra, ételfestékre, valamint sárga lapocskára. Először is a három papírcsíkot ragasszuk fel a göblombikra. Egyik papírcsík a gömblombik közepénél legyen, majd a két másik papírcsík egyenlő távolsága legyen a középső papírcsíktól. Miután ráragasztottuk a papírcsíkokat és a kocskákat, a lombikot töltsük meg vízzel a középső csík magasságáig. Ezek után a vizet jobb láthatóság kedvéért vessük meg ételfestékkel. A lombik valójában nem a Földet szimbolizálja, hanem az égboltot. A horizont síkja a festett víznek a síkja lesz, és a lombikot döntjük, forgatjuk, úgy a különböző szélességi körökkel lévő napjárásokat lehet megmutatni. Ebben az esetben, hogyha vízszintesen tartjuk a gömblombikot, akkor az egyenlítőn lévő napjárást lehet szemléltetni. Ha függőlegesen tartjuk a gömblombikot, akkor a sarkponton lévő napjárást lehet szemléltetni. És attól függően, hogy milyen szögben tartjuk a gömblombikot, hogy különböző szélességi körök napjárását lehet szemléltetni, ez esetben nagyjából Magyarországon tapasztalható napjárásokat mutatja nekünk a göblombik. Otthon is el lehet készíteni ezt az eszközt, valamilyen göblombik üveg, tehát például unikumos üveg segítségével.